Őt egészséget, kedves bajtársak! Itt a Gavel Game Channel, kaptam és a szolgálta jelentkezem. És hát a mai nap folyamán egy újabb Survivor egyjátékos módos game-nek fogjuk a demóját megnézni, ami nem más, mint a Solitude. Ugye a játék arról fog szólni, hogy úgymond egy ilyen hajótöröttek vagyunk, ugye egy szigeten, és úgy itt kell ilyen kis bázist képíteni, majd pedig felfedeznünk itt a szigeten lévő rejtélyeket. Én szerintem egy kicsit úgy a Forest-hez hasonlítanám, vagy ahhoz akar hasonlítani a játék, hogyha így első ránézésre így a videókat és a képeket így, ahogy megnézegettem. De ugye ezt mindjárt ki fog derülni, ugyanis ki fogjuk próbálni a játéknak a demo verzióját, és megnézzük, hogy mégis milyen ez a game. Ugye a minimum rendszeri követelmény az Intel i5 2400, vagy a Ryzen 7-es 3700, 4 giga RAM, Nvidia oldalon a 950-es, ATI oldalon pedig HD 3850, és 5 giga szabad hely, úgyhogy megnézzük, hogy mondom, milyen is ez a game. Ugye lesz itt akció, kaland, bázisépítés, szóval akár még teljes mértékben jó is lehet. Hát nyomjuk meg ugye a bármelyik billentyűt, és akkor állítunk egy hangot, mondjuk. Hát szerintem lejjebb veszünk úgy mindent picit. Igen, a grafika az, azt látjátok, hogy az ilyen. Hát, hogy nem lehet lejjebb venni a zenét. Úgyhogy teljesen ez elég is sejtelmes kis hangja van. Úgyhogy, oké. Okay. Kezdjünk is egy új játékot, és akkor nézzük, hogy milyen is maga a game. Mert nem vettem most meg majd túl halkra. Ez majd mindjárt kiderül. What the hell happened? Where am I? Igen. Hát, hogy itt vagyunk. Ja, használjuk az AVSD-t. Igen, úgy látom, hogy ott van ilyen napocska, hogy merre jár a nap. Úgyhogy ez majd később fontos lesz. Igen, vannak itt cuccok. Hát kaptunk egy hátizsákot. Egy lámpát. Egy kis HP-t. Egy nagy semmit. Egy kis kavicskát, megint egy nagy semmi. Igen. Itt nagyon fényes a grafika. Bal lent van, úgy látom, hogy a HP-nk, vízünk, kajánk, energiánk. Nem lehet minden követ föl megmozgatni. Itt lehetnének más színűek ezek az ikonok, mit tudom én, mondjuk kék. Lehet, hogyha backben mondjuk... Az igen. Oké. Okay. Hát így egy gomnyomással kifarmolunk itt mindent. És itt van, amikor elég csak közelébe lenni, és már attól. Igen, és azt mondta, hogy ezt kell kraftoljunk. Hát ezt meg is tettük. Meg is dicsérnénk a játék, hogy milyen ügyesek vagyunk. Tegyük ide le a tüzet. Ja. A place. Letettük. There's no point running around in the dark. I'll rest here and start my search in the morning. What the hell? Oké. Okay. Azt mondja, hogy run. Igen. Oké.
which they do not have. Life. They can see it on you, smell it on you, and they crave it. They can't touch you in this place. It is hallowed ground, blessed by these totems. Places like this are scattered all over this island. Small pockets of solitude where you can be safe from the terrors that now roam free. You are safe to rest within them at night. What are you? What is going on here? I just need to find my friend and get off this island. Such an undertaking will not be easy. As for who I am, I'm not sure. It all seems so hate. Freedom? Ritual? What are you talking about? If you wish to save them, you will need to stop the ritual. Okay. The sun is rising. My time is short. Find a way up the hill just beyond here, and you'll find yourself face to face with this accursed place. We will meet again soon. Good luck. Kösz. Éljük túl az éjszakát, aha. Oké. Nem tudom, mi van arra. Arra mutat. Érdekes amúgy a sztoria, így első jelenésre. Úgy itt az építkezés menü. Nem tudom, nem egy bonyolult dolog lesz. Oké, ezt eltesszük, gondolom ez most nem kell. Látom, ez az a hely, úgymond biztonságos számunkra, itt ez a totem. Itt amulett is, fókusz, van healünk. Hát itt nem tudunk felfutni. Itt olyan furán fut a karakter, de jó van ez. Nem mindenhol megy föl. Itt is van egy másik ilyen totem hely. Ha? De szép vagy. Követ kéne még gyűjtsünk. Igen. Igen. És most? Craftoljunk egy Stone Axe-et. Megvan. Kész. Nincs kész. Most van kész. Igen. Egy hónapig kell fát vágni. Aha. Az a mechanizmus ez ismerős.
Igen. És te merre fogsz elborulni? Arra. És arra kíváncsi vagyok, amúgy, hogy visszajön-e a... De hogy még ilyen sok minden kell? Aha! Értem. De ez nem úgy van, hogy csak... Oké. Okay. Ezt nem tudjuk ilyenkor fölvenni. Ezeket le kell épp dobáljuk. Szuper. Így is jó. Még mindig kell két fíbe. Megérkezett az ember, most kőkőben nem marad. Oké, fiber megvan, honnan szerzünk még 10 darab ilyen eternálos izét? Oké, megvan a log is. Azt mondjuk, kövessük az iránytűt. Jó, követem. Ő biztos tud valamit, mert ilyen maja. Akármi van rajta. Jó, van eléggé, már alig mentünk valahova. Ugye megint éjszaka lesz, és ez szerintem probléma lesz így. De majd meglátjuk. Ezek a szörnyek jönnek minden nap, vagy? Csak hébe-hóba. És hogy fogok visszatalálni amúgy? Így a házhoz. Szerintem ez Rick lesz. Nem, de majdnem. Ezek fel sincsenek oldva. De egy bandás legalább tudunk craftolni. Meg se tudom nyúzni a farkas, hogy legalább valami húshoz jussak, vagy valami. Egy jó. Van egy újabb ilyen kör. Igen.
Az igen, hát kifaragtam egy oszlopot. Micsoda? Én kis ügyes vagyok. Akkor ez nem is egy semmit? Pedig majd nagyon benne voltam a faragásba. Hát úgy látom, ez ilyen menjél A-ból B-be, csináld meg ezt, csináld meg azt. Szia, Nyuszi! Hát a Nyuszit nem csapjuk le. Majd most. És nincs húsod? Hát a Nyuszi az csak Nyuszi, tehát nincs neki. Húsa bundája semmije. Egyelőre legalábbis. Tehát mondjuk így nem tudom, hogy hogy lesz bázisunk. Úgy ilyen kristályokat is kellett volna még szerezni 10 darabot. Ez azért elég sok. Hoppa, itt van valami tábor. Ide kell jönni. Gondolom nem egy kőért küldött ide a játék. Ó, ez nem is jó az a oszlop. Aha. Itt voltak mások is, de azokat megették a szörnyek. Minket is mindjárt megfognak, hogyha éjszak előtt nem találunk valami kis menedéket. Az hát, Bau. Na már megint. Menj már innen. Úgy olyan, mint hogyha... Balról jött volna most a hang. Még craftolni szerintem bandást. Jó. Nem tudom, hogy csak az éjszakára vonatkozik, hogy jönnek ezek a szörnyek, vagy más is lesz. Itt is van egy tábor jellegű. És ugye nincsen semmi mappunk. Ezekben a táborokban nincsen semmi. Meddig futunk vajon? Itt magányosan. Ugye a játék címe is az, hogy magány. Most itt szaladunk nagy gőzerővel. Mondjuk itt van legalább víz. Aha. Itt hogy lesz? Át kell repüljek? Build bridge. Aha, és hogy? Jó, hogy ezt itt tele kéne hordanom. Aha. Oké. Okay. Hát ezt úgy hívják, hogy rip. Hol a térkép? Kispakolt mindent. Aha. Jó. Ez így mondjuk nem vicces. És akkor így hogy találok vissza? Mondjuk. Így még most még vissza sem fogok találni. Amúgy. Egy-kettő, meg honnan tudok több ilyen kristályt szedni. A balta is mindjárt tönkre megy. Hogyha ezt tudom, akkor odaépítek inkább bázist. Semmi jelölés nincs, hogy hol van a bázisom.
vagy hogy hova kéne visszamenjek, vagy hogy hol volt az előző ilyen totem, oszlop, akármi. Most meg fogunk halni. Mert így akkor oda kellett volna építeni a bázist. Az alapjait. Mi volt ez a röhögés? Mi lesz, hogyha újra este lesz, ugye? Jó, ott van az egyik ilyen oszlop. Szerintem oda bevonulunk is, akkor megvárjuk, míg nappal lesz. Azért. Még fura hangok jönnek. Jó. Oké. Így jó lesz nekünk szerintem. Nyersanyagból elég sok van. Le kellett volna tenni egy ilyet? Kezem világít. Vagy majd csak este fog? Oké. Nem. Aha. Még hamar nappal lesz. Elég egy kis paráztatós tud lenni. A játék. Tudunk aludni. Megmenteni. Viszont nem tudjuk átaludni az éjszakát. Ezzel tudunk mászkálni. Körülöttünk ilyen, hogy hívják, és ha közel jönnek, akkor rájuk tudunk lőni. Nem tudom, ennek van ilyen töltöttsége. Azt nem tudom, honnan szerzünk olyan kristályt. Így éjszaka lehet találni? Egyet.
Oké. Oké, menjetek innen. Csodálva. Adsz idegesen össze ezeket a kristályokat. Köszi. Jött belőle a nafta. Ez jó. Uti van. Hol van a totem? Nem jó, ezek szétszednek. Srácok. Egy kicsit érdekes úgy a játéknak a világ, akinek szerintem az ilyesmi tetszik. Az mindenképpen szerintem próbálja ki. És most ide spawnoltunk újra. Aha. És még ha megmaradnak a cuccaink. Nem a mentéstől, szerintem a mentéstől vagyunk, aha. Mondjuk azt nem tudom, hogy ez mikor fogy ki. Menjetek innen. Ezt hogy tudom újra tölteni? Ezt nem figyeltem, nem olvastam el sajnos. Ugye ezeket a kavicsokat kell összeszedni, minél többet csak. Meg kell próbálni figyelni, hogy hol van ez a tűz. Ja, ha elkeveredünk, akkor szívás. Akkor bizony szívás lesz. Ott van még, látom. Menjetek innen. Azt mondja, jobb kezem felől van. Na, és így kell majd szerintem tovább halladni mindig, tehát hogy most a bal kezem felől. Ezért nagyjából tudnod kell, hogy hol van? Szóval nem tudom, hogy mikor fogy ki ez a cucc. Mondjuk az egy kicsit jelezhetne egyértelműbben. Mi? Hogy mondod? Nem értek ilyen nyelven sajnos. Magyarul se rendesen, nem hogy ide.
Milyen furcsán beszélsz. Nem tudom, és az félig van, az azt jelzi, vagy nem. Csak ez csak ilyen bug. Oké. Hogy ezeket meg is lehet ölni, aha. Hogyha elégszer belőlünk, akkor meghal. Na, most van baj. Megvan, tudom hol lakunk. Futi van! Gyorsan, 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 gyorsan! Remegesznek, ugarj! Ha? És itt visszatöltődik. Menj innen! Azért összeszedtünk egy párat. Ah, most tele van. Elég érdekes játék, aki szeret az ilyen stílust, annak szerintem tetszeni fog, tehát hogy... Éjszaka azért elég veszélyes kint kolbászolni, meg kicsit olyan horrorisztikus, de... Egészen érdekes maga a játék, így első ránézésre. Szerintem megtalálja majd a maga rétegét, aki szeret ez ilyen kis rejtélyek megoldását, meg... Na mi van? Nem tudsz bejönni, mi? Én szerintem teljes mértékben játszható. Ugye az építési menü az nincs túl bonyolítva. Ugye az éjszaka az látjátok azért eléggé ilyen érdekes. Érdemes úgy menteni. Ezeknél a campfire-öknél meg lehet úgy letenni ilyen fényt. Kár, hogy nem jelzi amúgy ezeket a totemeket, tehát hogy merre találod, tehát hogy neked kell megjegyezni. Nincs is rá lehetőség eddig, amit én néztem, hogy esetleg ezt megjelöljük. Vagy mit tudom, hogy mondjuk itt van egy totem, és oda vissza tudunk menekülni. Ugye látjátok, most majd a hidat kell felépíteni, szerintem oda föl lehet húzni majd egy bázist. De ugye mindenképpen kellenek ugye ezek a totemek a közelbe, és ugye ez a legközelebbi. Tényleg nem tudom azt, hogy tehát, hogy a bázis... Az van-e esetleg olyan? Hát ez inkább csak egy enyhe bázisnak mondanám. De mondom, hát szerintem érdekes, így elsőjelzésre. Szerintem próbáljátok ki, és akkor meséljétek-e, hogy esetleg ti megépítettétek-e a hidat, vagy sem. Minden esetre így ez most ennyi lett volna. Várok vissza benneteket legközelebb is, így külön köszönet a csatornak tagoknak a támogatásért, minden megtekintésért és lájkért. Várok vissza benneteket legközelebb. Addig is jók legyetek, halli-halli, sziasztok!